Havi 100 milliót adnak miniszteri és államtitkári tanácsadóknak. Részleteket nem tudhatunk, nagyon titkos a dokumentum, csak egy ember nézhet bele, de ő is csak nagyon titkosan. A Fidesz frakciónál előfordult az, hogy egyik fideszes képviselő a másik fideszes képviselőnek azt hiszem a fiát vagy a feleségét alkalmazta. A politikus nem jó üzenethordozó a mákák többségének. Szijjártónak szabták a nevét is, belehímezték a boltban a zakóba, amit aztán a miniszter kidobott. A sajtósa szerint rossz ízlésű ember kutakodik más szemetében. Viccesek a vírus videóik, ők illesztették Palik hangját a Ferrari-s baleset alá. Leszakad az autó, hát elképesztő! Ők mondattak verset a Google fordító alapján. Ez lenne a modern kabaré? Kívánok, ez a 724. 159-es, összesen havi bruttó 101 millióért adnak politikai tanácsokat minisztereknek és államtitkároknak. Mesterházi Attila kérte ki az adatokat, de csak egy részüket kapta meg. A neveket például nem. Rogán Antal, aki először a fizetésüket se akarta elárulni, megengedte, hogy Mesterházi belenézzen az iratokba, viszont azt is hozzátette, hogy jogi és nem jogi következményei lesznek, hogyha nyilvánosságra is hozza. Benyúlít a összeállítása. Talán ma a kontinensen nincs is, csak Angliában ilyen szintű vitrin. A leghíresebb hivatalosan nem tanácsadó tanácsadó. Ilyen nevű ember semmilyen állami kifizetési listán nem szerepel, szerződésben nem állunk vele, minden egyébben a népesség nyilvántartóztassék fordulni. Vagyis Habony Árpád neve valószínűleg most sem fog szerepelni egyik minisztérium tanácsadói név során sem. Már ha egyáltalán egyetlen név is nyilvános lesz. Ugye a nevekre azért vagyok kíváncsi, mert a Fidesz frakciónál előfordult az, hogy egyik fideszes képviselő a másik fideszes képviselőnek azt hiszem a fiát vagy a feleségét alkalmazta. Mesterházi Attila kérte ki az adatokat, egy részüket meg is kapta. Eszerint a miniszterelnökség 45 politikai tanácsadót, főtanácsadót alkalmaz, összesen havi bruttó 26 millió forintért. Az emberi erőforrások minisztériuma közel ugyanennyit. A külügyben 19-en adnak tanácsot a miniszternek és az államtitkároknak. Az Agrártárcánál 17-en, a Nemzetgazdasági Minisztériumban 10, a Belügyben és a Fejlesztési Minisztériumban 5-en. És Rogán új minisztériumában 7-en. Ő először nem árulta el, mennyi pénzt költenek rájuk, de végül azt is megmondta, havonta 4,5 milliót. Összesen tehát 159-en 101 millióért látják el tanácsokkal a kormány képviselőit. Rogán Antal egyébként nem csak, hogy először nem mondta meg a tanácsadók fizetését, de válaszában azt is írta Mesterházinak, hogy ha betekint az adatokba és azt nyilvánosságra hozza, akkor annak jogi és nem jogi következményeit is neki kell vállalnia. Az, hogy fenyegetőzik, szerintem ez már probléma. De arra én is kíváncsi lennék, hogy mit jelent a nem jogi természetű következmény, hogy most meg is vernek. Politikai tanácsadókat minden kormány alkalmaz egyébként. A baj Mesterházi szerint a mértékkel lehet. Azzal van baj, hogyha több mint 200 politikai vezető van, miközben azt ígérték az embereknek, hogy kisebb lesz az állam, és e fölött van még majdnem 160 politikai tanácsadója ezeknek az embereknek, szerintem ezzel már van baj. Bár karcsúbb államot ígértek, ez a számokban nem látszik. A bajnai kormány idején 20 államtitkár és 49 helyettes, illetve akkori nevén szakállamtitkár dolgozott. A második Orbán kormány ezzel szemben már kétszer annyi államtitkárral kezdte meg a ciklust, és 2014-re 47 államtitkárt, valamint 75 helyettes államtitkárt alkalmaztak. Benyúrita, 724. A több mint 100 000 forintos zakót találtak egy kukában, a zakóba Szijjártó Péter külügyminiszter neve van hímezve. Feltételezhető, hogy ő dobta ki. A minisztérium szerint jellemhiba, mások szemétbe dobott holmiaival foglalkozni. Susánszky Bence riportja. A kép, amit az Indexnek juttattak el azok, akik megtalálták Szijjártó Péter kidobott zakóját. A fotó alapján szinte biztos, hogy a kukából szedték ki, nem valószínű, hogy a külgazdasági miniszter ezzel a folttal viselte volna. És a bolt, ahonnan a zakó való, az Andrássy út egyik luxusáruháza, nem miattuk a jelzőt, maguk is így definiálják a márkájukat. A bolt egyik tulajdonosa megszólalt, de kikötötte, a vásárlóiról nem beszél. Ezért csak annyit mondott, valóban járt nála két éve egy vékony, magas férfi, aki öltönyt akart vásárolni. Meg is mutatta, miért. Minden öltönyben benne van az alapanyag, és ez az okot, hogyha megmutatom, hogy mennyibe kerül, ez 141 000 forint.
és ezek az összes zakok, amik ki vannak rakva, ez mind 141 ezer forint, és ez a zöld nadrágja 81, tehát 222. És hogy bele akarom iratni a nevemet, akkor... Akkor ide írjuk bele, hát van hímzőző, de egyébként úgy van, hogy 500 forintra csinálnak egy ilyent, hogy rá kírják nekem kihímzőt, hogy így van, és azt belevarjuk kézzel, tehát hogy abszolút nem, semmi luxus ebben nincsen, hogy a nevét beletesszük. Az emberek általában nem tudnak különbséget tenni kék öltöny és kék öltöny között. Azt látják, hogy aki viseli, az megfelelő méretet hord, de passzol-e hozzá, de az most milyen minőség, ezt nem lehet látni. Schiffer Miklós stílus tanácsadó szerint ennél drágább öltönyt is hordanak magyar politikusok, de kétségtelen, hogy jóval több pénzbe kerül, mint amit az átlag emberek meg tudnak engedni maguknak. Azt is elmondta, a közigazgatásban Magyarországon nincs előírva, hogy egy miniszter mennyiért öltözködhet. Ha viszont kiderül, hogy honnan vásárol, az nem biztos, hogy jót tesz az üzletnek. A politikus nem jó üzenethordozó a márkák többségének, mert a politikus mindig megosztó. Tehát a politikust általában annyian szeretik, mint amennyien nem szeretik. Most azt nem tudja egy márka, hogy az ő közönsége éppen melyik csoportba tartozik. Olyan sokan érdeklődtek a kidobott zakó után, hogy a külügyminisztérium sajtóközleményt adott ki. Ebben kissé kioktató stílusban elismerik a nyilvánvalót, miszerint Szijjártó miniszter szokott öltönyt hordani, és ezek a ruhadarabok elhasználódnak. Továbbá a minisztérium szerint azok, akik megtalálták és lefotózták, jellemhibával rendelkeznek, és témaválasztási tanácsot is adnak az újságíróknak, amit ezúton is köszönünk. Az utóbbi időkben egyre több politikus hívta föl magára a figyelmet olyan kiegészítőkkel, amelyek nem tartoznak szorosan a mindennapi munkavégzésükhöz. Rogán Antal miniszter egy különleges hátizsákot viselt, a márka a legdrágábbak közé tartozik a világon. Habony Árpád, a miniszterelnök tanácsadója köztudottan szívesen hord drága ruhákat. Egy másik világmárka táskájával látható ezen a képen, katalógusok szerint egy ilyen táska majd 500 000 forintba kerül. És szintén a közelmúltban volt kisebb botrány a kormánypártban, miután felvétel készült Lázár János karórájáról, amelyet még saját párttársa Pokorni Zoltán is felesleges urizálásnak nevezett. Susánszky Bence, 7/24. A Nemzeti Kulturális Alapra vonatkozó törvény módosítása a Magyar Művészeti Akadémiának a művészeti életben elfoglalt kultúrstratégiai szerepe megerősítését hivatott szolgálni. Ezt írják egy tervezet indoklásában. A tervezet lényege, hogy Fekete György nélkül nem lehet eldönteni, hogy kikapjon pénzt a magyar kulturális életben, a magyar művészi életben. A múlt héten Gulyás Márton, ezt látják, aktivista tiltakozott az MMO hatalmának növelése ellen, őt akkor a biztonsági őrök lelökték az MLV-ből. Magyarországtól szerzett be 100 kilométernyi szöges drótot a szlovén határvédelem, és délelőtt már elkezdték a kerítés építését a horvát szakaszon. De azt mondják, a kerítés nem akadályozza, hanem tereli a menekülteket. Máltán kezdődik az újabb menekültügyi csúcs az észak-afrikai és a közel-keleti államok részvételével, hogy nélkülük hiába állapodnának meg bármiben is. Siklós András összeállítása. Ezek a drámai képsorok döbbentették rá szeptemberben az uniós vezetést, hogy valamit közösen kell tenni a menekültek megállítása érdekében, hogy ne történjen meg az, hogy 3 éves gyerekek holttestét sodorja partra a tenger. Brüsszel először a nyugat-balkáni országokkal, köztük a magyar vezetőkkel egyeztetett. Itt elfogadták, hogy 100 000 ember regisztrálására alkalmas pontokat állítanak föl Görögországban, és onnan tovább észak felé Ausztria irányába. Utána Törökországgal próbálták meg szorosabbra fonni a kapcsolatokat. Az ankarai kormánynak több milliárd eurós támogatást ajánlott Brüsszel, ha újabb menekülttáborokat épít területén, és megpróbálja munkához juttatni a menedékkérők egy részét, hogy így lassítsák indulásukat Európa felé. Törökország nem koncentrációs tábor, és nem lesz hajlandó hosszú távon elszállásolni azokat a menekülteket, akiket az Európai Unió nem fogad be. Vagyis röviden, a török kormányfő elutasította az unió ajánlatát, amelyet Angela Merkel német kancellár közvetített. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának előrejelzése szerint november közepétől jövő februárig naponta mintegy 5000 menekült fogja átlépni a török-görög határt és indul el Nyugat-Európa felé. Idén egyébként 800 000 és 1 millió közé teszik a tengeren és szárazföldön Európába indult menekülők számát. Ilyen létszámmal a kisebb tagállamok már nem boldogulnak. Nyár végén összeomlott a szerb, majd a horvát ellátórendszer, de Szlovénia sem bírt az áradattal.
Délelőtt kezdték meg a szöges drótkerítés építését a szlovén-horvát határon, hogy ellenőrzött mederben tudják fogadni az érkezőket és mindenkit regisztráljanak. Erre reagált nem sokkal később a német kancellár. Angela Merkel azt mondta, hogy a szlovéneknek nem kellene kerítést építeniük, ha meg tudnánk állítani a menekült problémát a görög-török külső határon. Az idő pedig sürget, és Európa képtelen egymaga megbirkózni a feladattal. Talán a mostani máltai csúcs az afrikai és török vezetőkkel kiegészülve lehet az első lépés a megoldás felé. Siklós András, 7.24. Itt a modern kabaré, a Nuheads, ők illesztették Palik hangját a Ferrari-s baleset alá. Leszakad az autó, hát elképesztő! Ők mondattak verset a Google fordító alapján, mindjárt megmutatjuk. Az MLS a holnapi norvég-magyar-európa bajnoki pótselejtező meccs előtt hasznos információkkal látta az Oszlóba utazó magyar szurkolókat. Ez alapján összehasonlítható, hogy mit szabad Norvégiában és mit szabad Magyarországon. Össze is hasonlítjuk. Norvégiában nyilvános helyen tilos alkoholt fogyasztani. A büntetés több mint 500 000 forint. Magyarországon tulajdonképpen nem tilos, és a sör ára néhány száz forint. Norvégiában ittas embereket nem engednek be szórakozó helyekre. Magyarországon beengednek többnyire. A rasszista üzeneteket, gyalázkodó transzparenseket a norvég stadionokban tiltják. Nálunk is tiltják. Mégis hallható és látható ilyesmi. Norvégiában tilos állva nézni a meccset, nálunk ez inkább erénynek számít. Norvégia egyébként a FIFA ranglistán a 68. Magyarország pedig az 50. és egy most közzétett listán. Norvégia idén is a föld legélhetőbb ország, ez egy 26 országot mutató lista, Magyarország nincsen ebben rajta. Szinglik napja van Kínában november 11-én, ugye 11. hó 11-én több egyes nem fér a naptárba. Ezért hirdette meg a világ talán legnagyobb kínai online kereskedőháza, az Alibaba 6 éve a Szinglik napját. Mindent leáraznak, és a kínaiak többsége vásárol. A pekingi kormány is bátorította az embereket, hogy növeljék a fogyasztást. Mintha nem is Kínában, hanem mondjuk az Oscar-díj átadó show műsorán lennénk Amerikában. Az online kereskedőház, az Alibaba, éjfélkor indította a mega leárazásokkal tarkított vásárlást, de előtte egy 4 órás show-val vezették föl Pekingben az olimpiáról ismert vizes kockában. A kínai sztárok mellett ott állt a színpadon az Alibaba főnöke Jack Ma mellett Daniel Craig, akinek új Bond filmjét a héten mutatják be az ázsiai országban, promóciónak tehát nem volt rossz. Aztán elindultak a megrendelések, és 12 perc után átlépték a 10 milliárd yuanos, 456 milliárd forintos határt. A vásárlási őrület első fél órájában már túl voltak a 20 milliárd yuanon, vagyis több mint 900 milliárd forintnyit költöttek az online áruház boltjaiban. Amit biztosan tudunk, hogy így rohangálnak az online kérések a világban, és 197 országból érkeztek megrendelések. 12 óra alatt már többet vásároltak, mint tavaly egész nap. Az akkori szingli nap végén a csúcs 9 milliárd dollárnyi áru megrendelés volt. És hogy miért pörög ennyire az online piac? A szakértő szerint egyszerű a válasz. Miért kellene valós boltokkal és ott árukészletekkel bajlódni? Az embernek oda kell mennie autóval, vagy oda kell buszozni, haza kell cipelni utána az árut. Ilyesmi nincs az online kereskedelemben, és ezért kapnak rá egyre többen Kínában is, mondja az internetes kereskedelem szakértője. A vásárolt termékek kézbesítéséhez több mint 1,5 millió futár áll készenlétben, 400 ezer kiszolgáló jármű és 200 repülőgép. A kínai posta 760 millió csomagra számít ma. Tavaly 540 milliót indítottak útnak a Szinglik napján. 200 éves kápolnát sodort el egy magyar kamionos egy dél-morvaországi kisvárosban. Előtte már táblák figyelmeztetik a sofőröket, hogy kamionnal tilos behajtani a városba, de ő megtette, aztán egy szűk kanyarban ledöntötte a műemléket. A rendőrség megbüntette, most a városvezetés azt mérlegeli, hogy behajtsa-e rajta a milliós kárt. Magas szintű mémgyártás, talán így lehetne megfogalmazni, mit csinál a Nuheads YouTube csatorna. Az egyébként profi videós csapat a különböző reklám és PR projektek között szórakoztató vírusvideókat gyárt, amelyek több százezres nézettséget érnek el a megosztókon. Hadházi Fanni összeállítása.
Mulatási, mulatási, mulatási. Én a bulibáró, én a bulibáró, zsámó! A Nuhetsz TV két legnézettebb videója Kis Grofó, lassan már klasszikusnak számító slágerét, a bulibárót dolgozza föl. Gávölgyi János szavalja, a modern táncművészet frisztárja, Pamp Gabu pedig táncol, legalábbis mozog a dalra. Mannanno, mannanniko, ini kohely. Imádlak, szomorú szamuráj. Szintén nagyot robbant Kocsor Zsolt alias Kozsó 94-es művének, a Szomorú szamurájnak az adaptációja is. A Víg Színház színésznője Szilágyi Csenge szavalja el ezt a gyöngyszemet. A videó egyébként a Vers mindenkié című sorozatuk egyik darabja, amelyben ismert színészek szavalnak dalszövegeket. Csúszik le, nézd meg, csúszik le, nem tapad be az autó. És leszakad az autó! Pár hete Palik László segítségével dolgozták fel a Budapest utcáin száguldozó Ferrari-s. Kitörte az autója futóművét! Elhíresült esetét. De természetesen a magyar mémkultúrában már klasszikusnak számító Szomszédok videójuk is van. A pár héttel ezelőtti Facebook leállás után készült. Ma már ez katasztrófákkal jár, és nem tudunk segíteni. A legutóbbi nagy dobásuk pedig nem más, mint az új Kifordítva című sorozatuk első darabja. József Attila, Mama. Itt a Google Translate segítségével magyar költők verseit fordítják idegen nyelvre. Ezután mongolra, majd újra vissza magyarra. Ezt pedig színészek szavalják el a nagy érdemű közönségnek. Én őszintén ordítottam, toporzékoltam. Hagyja! Semmi. De a zsír. Bozsik Ádám rendező, az új arcok, a Nuhetsz, ugye? Jól mondom? Ez a csapatotoknak a neve, vagy a tévéteknek a neve, vagy hát, mi ez? Internetes mi tévé. Ez? Internetes tévé? Igen. Hát kegyetlenebb műfajt nem választhattatok volna. Bocsánat, letegeztelek, nem baj? Jaj, hú, kollégák, sokkal könnyebb. Hogy nem választhattatok volna, mert itt aztán egy mérce van. Röhögök, vagy nem? Pontosan, igen. Hát nagyon nehéz mindenkit megrögtetni, mi más azért tudjuk, de igyekszünk azért mindenkit megnevettetni, ahogy csak tudunk. Mondd, a vicc az, ha interneten, online nézek valamit más, mint hogyha mondjuk a színházban ülök, vagy a tévében? Igen, én szerintem főleg azért is másabb, mert ott rögtön megkapja az ember a kommentáradatot, és ott kap hideget, meleget, amikor jobbat csinál, akkor nyilván akkor pozitívabb a hozzászólások, de azért ott olyan kommentek is érkeznek, amire egy kicsit így utána meggondolja az ember, hogy ezt folytassam, vagy ne folytassam. De ezt nem csak ti kapjátok. Hát nyilván, igen, ezeket el kell felejteni, az elején ez még én foglalkoztatott, átolvastam őket, és így rosszul is esett, hogyha valamilyen negatív. Jó, de hát olyan kommenteket kap az ember, hogy azon is gondolkodik, az életet folytassa, nem ugye szabályát. Persze, de én ezeket már elfelejtettem, mert egyszerű persze csinálni csak egy accountot, és akkor oda beírni valamit, hogy ez vacak. És azt ennek a csúnyábbik változatai, mint hogy kivenni az utcára, vagy bárhova, összerakok egy videót, vagy valami, sokkal egyszerűbb az, hogy beírom azt, hogy ez egy vacak. Biztosan tudod, hogy nem tudom, Arisztotelésztől Bergsonig hatalmas koponyák próbáltak megfogalmazni, hogy mitől vicces valami. Ti meg tudjátok fogalmazni? Szerintem még mi sem tudjuk megfogalmazni, mi kísérletezünk. Veszünk átölteteket, és sose tagadtuk Amerikából, amerikai show műsorokból, és ami ott vicces, azt már észrevettük, nem biztos, hogy itthon vicces. Igen. Ezt már tudjuk. Igen, mi kérdezek tőled egyet-kettőt, de vannak más ilyen Nuhetsz feldolgozások is, megmutatunk néhányat, Hatházi Fanni készített az összeállítást. Persze nem csak vicces videókat gyárt a Nuhetsz TV csapata. Ők valójában egy profi televíziósokból álló brigád, amely szívesen készít reklámokat, PR anyagokat. Az anyák napi videójukra a legbüszkébbek. A csatorna állandó arca Ember Peti volt reality szereplő. Ezen a videón például celebeket szívat, egy zenecsatorna díját adó buliának vörös szőnyegén. Hálám jelé ül, és akkor meglátod, mennyire vagyok én jó ember, figyelj! Ne ijeszkedj, Júj, arra nem vagyok kíváncsi! De most ne csináld! A srácok legnagyobb vágya egyébként, azon kívül persze, hogy több százezres nézőközönségű csatornájuk legyen, az, hogy bekerüljenek az amerikai humorista Ellen DeGeneres showjába is. Ellen műsorának egyik szegmensében vicces videókat válogat. Ide készült a Nuhetsz sziget videója is.
Te körülbelül ma a századik vagy. Igen. Testvér. A csapat egyébként 3 éve alakult, a csatorna pedig csak egy hobbi, bár előbb-utóbb szeretnék fejleszteni és minél komolyabban venni. Hadházi Fanni, 7-24. Az Ellen Show, amiben be akartok kerülni, ez ma a világon az egyik legprofesszionálisabb show műsor. Gyakorlatilag igen, a legnézettebb műsor. És az a cél, hogy itt megmutassátok magatokat, és léptek egy hatalmas ezt csak így igen, ezt kitaláltuk, hogy milyen lenne megjelenni ott az amerikai médiában. Nagyon nehéz, mert minket megelőznek az ilyen cicás videók, meg ilyenek, és kicsit rosszul esik, hogy mi csináltok ti is cicás videót. Tervben van az is, hogy igen? Cicás videókat csinálnak, igen, bármi, ami vicces lehet nekik, illetve nekünk. A ti videóitok egy részén megfigyelhető, hogy nem siettek. Ugye általában az online videónak az egyik kulcsa az, hogy legyen vége 3 másodperc alatt, ha lehet. De ti nem foglalkoztak ezzel. Nem jól látom? Hülyeséget mondtam? Nem feltétlenül, de még nem is figyelünk erre, hogy most hol. Nyilván próbáljuk mi is azért tömörre fogni, de szerintem ott a YouTube-on igazából nincs megszabva, hogy akkor most mennyire kellene egy videónak. Úgyhogy én ezt nem is igazán figyeltem még, őszinte legyek. Ugye nagyon sok humorista nem tudja azt, hogy ha ő jól érzi magát, attól még a néző nem biztos, hogy jól érzi magát, mintha ezt ti tudnátok. Hát, mert tök komolyak ezek. Attól nevetek én, hogy amit látok, az komoly. Hát persze, akkor ezek szerint mégis valamilyen szinte jókat csinálunk. Jó, nyilván valamikor kevésbé vicces az, amit csinálunk, valamikor meg nagyon vicces. Hát ez a pénz nagyon nehéz behatárolni. Persze. Hogy mikor csinálunk jót, mikor nem. Ösztönből jön ez inkább? Igen. Mondjuk most éreztem, amikor a palikos videót csináltuk, hogy most ez szerintem ez ütni fog. Már mindenki ezért a Palik László kultusz azért szerintem benne van az emberekben. Igen. Mindenkinek hiányzik, mindenki kicsit szitta, hogy igen. Sok volt. Mindenkinek hiányzik, nekem is hiányzik. De ez mindenki szerette, és ha mondom eszembe, hogy Ferrari, igen. Hát akkor ja, persze, hát ő. És a biztos voltam, mert nem is gondoltam, hogy ekkora lesz, de biztos voltam, hogy ezt sokan meg fogják nézni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám, sok sikert kívánok nektek. Köszönöm. Kiderült, hogy mit érez egy ember, aki egy 500 méteres meredek lejtőn felborul a síléccel. Pontosan ez történt ilyen McIntosh hivatásos síelővel, aki egy alaszkai filmforgatás közben csúszott a havon. A bekapcsolt mikrofonja minden ijegységét, sóhaját, nyögését közvetítette. Hallani lehet, látni semmit. McIntosh egyébként túlélte ezt a lejtőt, amikor végre leállt, akkor az sokkal a mikrofonból. Minden rendben, pedig hát nem I'm volt. I'm okay. Igen, nem volt rendben semmi, de túlélte. A nap száma a 29.400 méter, ennyit repült szárnyas ruhában Andy Stumpf, egy volt haditengerészeti kommandós, és ezzel megdöntötte a szabad repülés világcsúcsát. 11 kilométeres magasságra ugrott ki, a korábbi 17,5 mérföldes rekordot szó szerint túlszárnyalta. Ma az új csúcs 18,2 mérföld, vagyis 29.400 méter. A szárnyas repülés egyáltalán nem veszélytelen, sokan halnak meg. Meghalt például az előző csúcstartó, Jonathan Flores is. Most a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Havi 100 milliót adnak miniszteri és államtitkári tanácsadóknak. Részleteket nem tudhatunk, nagyon titkosok az iratok, csak egy ember fogja ezeket látni, de ő csak nagyon titkosan. Szijjártónak szabták, a nevét is belehímezték a boltban, a zakóba, amit aztán a miniszter kidobott. A sajtósa szerint rossz ízlésű ember kutakodik más szemetében. Viccesek a vírus videóik, ők illesztették Palik hangját a Ferrari-s baleset alá, és ők mondattak verset a Google fordító segítségével. Lehet, hogy ez lesz a modern kabaré. Ez volt a 7-24, a műsort megnézhetek a YouTube csatornánkon, holnap találkozunk délután este, 6 előtt 5 perccel, viszontlátásra.